Ó, Isten lehetek. Hitler ezt mondta. Ha elég hosszú ideig, elég hangosan és elég gyakran mondasz egy hazugságot, azt az emberek elhiszik. Jobban elhisznek egy nagy hazugságot, mint egy kicsit. Ha valakivel el akarsz hitetni egy hazugságot, tégy úgy, ahogyan azt a két bátyám tette velem. Van két bátyám. Mindig idősebbek voltak nálam. Kb. 6 éves lehettem, Illinoisban laktunk. Hát tudom, hogy Tennessee-ben vagyunk, de ha van itt mégis más Yankee, tegye fel a kezét. 5, 6, 7, hány déli van? Hú, ne feledjétek, ki nyert. Tehát Illinoisban nevelkedtem. Amint elég okos lettem, Floridába költöztünk, nem tehetek róla. 6 éves voltam, és egy nap rohantam le reggelizni, és én értem oda elsőként, tehát kivettem a tálból az utolsó banánt, hogy a reggeli műzlimbe tegyem. Pár perc múlva bejött a két bátyám, hey Ken, ez volt az utolsó banán? Kérdezték. Aha, mondtam. És az enyém. Közületek hánynak van idősebb testvére? Ismeritek azt a csodás érzést, amikor végre ügyesebb vagy náluk? Aznap délelőtt nekik kellett az én banánom. De a nagyobb testvérek nem könyörögnek a kisebbnek semmiért. Vagy megverik, és elveszik tőle, ami nekik kell, vagy valami módon kicsalják tőle. Így a bátyáim ezt mondták. Hé, Ken, tudod, hogyan készül a banán? Azt válaszoltam, nem. Csak 6 éves voltam, és laboratóriumi vizsgálatok szerint az agyat nem is igen használják 18-20 éves kor előtt. Hány szülő igazolja ezt? Nem, mondtam, hogyan készül? A banán hazájában, Dél-Amerikában vannak azok a nagy fán élő pókok. Ezek, amikor elpusztulnak, a lábaik elfolyósodnak, így a banán nem más, mint szétmálott póklábak. Ti hazudtok nekem. Mert ez az utolsó banán, s el akarjátok tőlem venni? Nem, öcsi, mondták. Ha félbevágod a banánt, még mindig lehet látni azt a 4 pontot, ahol a lábaik voltak. Kb. 3 évig nem ettem utána banánt. Becsaptak. Hazudtak már neked is? Tudjátok, nem hittem volna el a hazugságot, ha nem lettek volna ott a fekete pontok. Ahhoz, hogy valaki elhiggyen egy hazugságot, csak bele kell keverni egy kis igazságot. Így írtották a patkányokat is. Nem egy tál mérget adtak a patkánynak, hanem egy tál jó ételt, amiben kevés mérget tettek. Így a patkány mére 99,995%-ban jó étel. Ugyanezt a trükköt alkalmazták sokáig a Marlboro cigaretta eladásánál is. Összeegyítik a cowboyokkal. Ha megnéznél bármilyen Marlboro hirdetést, találsz bennük valamilyen utalást a cowboyokra. Mi a kapcsolat a dohányzás és a cowboyok között? Az összes cowboy dohányzik? Nem. Kell-e dohányoznod, hogy cowboy lehess? Nem. Ha Marlboro-t szívsz, automatikusan cowboy leszel? Nem. Lehet, hogy olyan szagod lesz, mint egy lónak, de attól nem vagy cowboy. A laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy nem a dohányos füstöl, hanem a cigaretta. A dohányos csak megszívja. Én igazi nevén hívnám a dolgokat. Mondjuk rákpálcika, leheletrohasztó, életkerülő, köpedékcsomó. Ám ugyanez a helyzet a sörrel is. Megpróbálják a sört kapcsolatba hozni a sporttal. Itt van ez a híres futballjátékos. Az a neve, hogy hülye Bud. Ehelyett Budweisernek hívják, ami bölcs Budot jelent. Itt van Bud Dumber, és az ehhez hasonlók, és el akarják hitetni veled, hogy ha ezeket iszod, akkor focista lesz belőled. Igazad van. A Biblia szerint, ha ezt iszod, tönkreteszed az életedet. Kinek jaj? Azoknak, akik bor mellett mulatnak. A Biblia azt mondja, hogy még csak ne is nézd, hogy gyöngyözik a pohárban. Habakuk szerint jaj annak, aki leitatja embertársát. A Biblia szerint még csak ne is érítsd azt. Kérdezheted, mi baj, Hovin, nem szereted a sört? Nem tudom, soha nem próbáltam. 52 éves vagyok, és soha nem ittam szeszt. Kivéve talán néhány orvosságot, amiben volt. Kérdezheted, honnan tudod, hogy nem szereted, ha még nem is kóstoltad? Egyszerűen, kipróbáltad már, milyen kamion alá feküdni? Honnan tudod, hogy nem jó, ha még nem is próbáltad? Nehogy kipróbálj mindent. Másképpen is megtudhatod, hogy egy dolog jó-e vagy rossz. Például, hogy mások hibájából tanulsz. Hú, azt ne tedd, az fáj. Mint a halálra ítélt utolsó szavai. Hé, ezt nézzétek!
Szeretem a tudományos könyveket. Sok tudomány van bennük, ám egy kis méreggel keverve, mint a patkányméreg. Nem a jó ételt kifogásolom, hanem a mérget. Van Pensacolában egy dinoszaurusz kalandparkunk, van benne tudományos központ, múzeum és vidámpark, és minden a teremtésre van alapozva. Több mint 50 ezer látogatónk volt eddig. Rengeteg dolgot lehet csinálni. Van egy 2 méteres kígyónk, amelyik megevette egy gyereket a múlt héten. Se baj, pótolható, mármint a kígyó. Számtalan dologgal lehet foglalkozni. Például sok állat bőrét és trófákat gyűjtöttünk össze. Nálunk a természettudományos előadás hitben is megerősíti a hallgatókat. Szeretjük a tudományt. John lőtt egy T-rexet, ami az épület elején látható. Van egy múzeumunk. Van benne minden, ami csak lehet. Előadásokat tartunk, és még arra is megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kell tudományos módon gumival célba lőni. Van-e itt olyan fiú vagy lány, aki szeretne így módon célba lőni? Jó, a fiú ott, gyere. Még egy lány is. Na, ott hátul. Gyere, szaladj. Hogyan lehet egy gumival tudományosan célba lőni? Szabad nevét, uram? Josh? Hány éves vagy? Egyszer egy egész éven át én is 10 éves voltam. 11 kellett volna, hogy legyek, de csak 4,5 évvel haladtam meg a 6-ot. És hány éves leszel 12 éves korod előtt? 11. Mennyit fizet anyukád, hogy jó legyél? Nem kérsz érte pénzt, és 10 éves vagy? Vegyél ki egy gumit, Josh. Barna. És a kis hölgyet, hogy hívják? Laura. Vegyél te is ki egy gumit. Persze, hogy rózsaszín. Nos, Josh és Laura, az a feladat, hogy a gumit a terem közepébe lőjétek. Rajta. Az nem lesz jó, az 2. Tessék, itt van egy másik. Ezzel próbáld. A terem közepébe. Ez az asztal. Nem túl messzire sikerült. Laura, most te próbáld. Ez sokkal hátrébb talált. Nos, figyeljetek! Hadd mutassam meg, hogyan kell tudományosan ellőni a gumit. Készen álltok? Figyeljétek meg, hogy az ujjaim végig a helyükön maradnak. Elhiszed? Figyeljetek! Látjátok hátul azokat az embereket? Na, kb. A terem 3/4 részéig szállt. Most biztosan egy olyan kérdésen törjétek a fejeteket, ami 5 szóból áll. Na, ezt meg hogy csinálta? Mielőtt megmutatom, hadd magyarázzak el valamit. Néhány gyerek jobb, ha nem tanul meg bizonyos dolgokat, mert úgymond később veszélyt jelentenének a társadalomra. Ki a felelős ezért a gyermekért itt? Igaz ez rád nézve? Anyu rázza a fejét. És vele ki jött? Senki. Igen, ott hátul. És a férjed itt van? Hát figyeljetek. Most jön a tudományos módszer, jó? 2 oldala van a guminak. Tudsz követni? Az egyik oldal jelképezi a testedet, a másik pedig a szellemedet. Nos, a szellem a testedben él. Mert ha nem, akkor halott vagy. És ha a szellemed elhagyja a testedet, az már nagy problémát jelent. A legtöbben azt szúrják el a gumik lövésekor, hogy ugyanolyan fontosnak tartják a testet, mint a szellemet. Mert nézd, ha mindkét végét egyformán feszíted meg, és elengeded, a lassított felvétel valahogy így néz ki. És az összes benne lévő energia kárba vész, mert a test a szellem ellen harcol. Tehát a nagysebesség titka, hogy légnemű közegen keresztül, mint például az atmoszféra, minimálisra csökkentsük a légellenállást, oké? Okay? Ha jól megnéztétek, én csak szorosabban meghúztam az egyik oldalát, mint a másikat. Na figyeljetek, mi történik, ha jól csináljuk, és a szellem vezeti a testet? Legyőzi az ellenállást, és jóval messzebbre száll. Eltaláltam a leghátsó embert. Tehát, amikor megjelenek, kezemben egy halomgumival, tudva, hogy bárkit fejbe lőhetek velük, kezdem nagyon erősnek érezni magam. Tudod, miről beszélek? Szerintem is éppen ezen töröd a fejed. Tapsoljuk meg őket! Köszönöm, menjetek vissza!
A Bibliában az áll, hogy a test kívánsága a szellem ellen tör, a szellemé pedig a test ellen, és ezek viaskodnak egymással. Túl jól tartjuk a testet, néha le kéne kapcsolni a tévét, ilyen egyszerű a dolog. Holnap láthatjátok, hogy meddig jut el szuperrepülőnk. Tudjátok, hogy meddig jutnak el a papírrepülők, ha nem egy fán vagy épületen landolnak? Egyenesen a földön.